Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon, a mai videóban pedig nézzünk TOPS, Matchetox, Bajnokok Liga, Európa Ligás, hát mi ez, multipak? Legyen valami blister, hát jó kérdés, multipakot bontottunk, hogy ez biztos, nem? Legyen ez ilyen blister, igazából a lényeg, hogy német nyelvű, tehát német kiadásról van, szóval meglátjuk, hogy a TOPS így Németországban milyen lapokat küldött, hát ha megáld minket egy kis szerencsével, hiszen ott csúszkálnak a pakkok benne, úgyhogy egészen jónak bizonyul egy limitált kártyával, úgyhogy ha az egy gold, én teljesen boldog vagyok. Hátulján nagyjából ugyanaz van, 6 euróba kerül. Nézzük is meg, nem szórakozok túl sokat. Jaj, de jó csörög. Inkább bontogassunk, mint hogy itt zörgetjük a pakkokat. Kis papírba van, környezettudatos igazából. És akkor nézzük is, itt van a Limited Edition-os pak, nagyon-nagyon szép, jön ki standre, mint ahogy majd a Limited is, úgyhogy ebbe 6 kártya van, ezekbe pedig ugyanúgy 6, úgyhogy ez érdekes egyébként, mármint így a német pakkokra tekintettel, hiszen nekem ilyen 7 kártyás pakjaim vannak, úgyhogy ebbe egyel kevesebb fért, véletlenül se keverjük össze, 7 kártyás megy oldalra. Most ebbe a blisterbe 6-osok voltak, 1 euróba kerülnek, ha egyesével akarjátok venni őket, úgyhogy nézzük is, bontogassunk, 100 klubosat jó lenne nyitni, de helyette van itt egy Manchester United-os Rising Star kártya, ez se rossz, Greenwood, majd utána Isco, Icardi, van itt nekünk még egy McKelly, ez pedig egy Mount, Chelsea, és egy Mendy, majd utána itt németül egy ilyen alkalmazásos kis papírfecni, amit be lehet lőni. Ez elég gyenge volt, ez a pak. Nem tudom, hogy mindegyikbe egy csillogós lesz. Az mondjuk elég szomorú történet. Meglátjuk. Következőnek bontjuk majd ezt a limitedeset. Látom, hogy mindenki arra van ráizgulva. Fordítsunk? Hát nem. Vannak jobb pakok, és ez bizony igenis jó pak volt. Langley Man of the Match kártyája, majd utána Benzema Star Player, kettő különleges jött, itt a hátulján ugye a kis kortpapír, van itt egy Felipink, majd utána Witzel, egy McGregor, akinek egyes a támadása, kapus ugye, Rangers, majd utána egy Van Dijk, úgyhogy ilyen különleges német lapokra ne számítsatok, nem tér el a rendes checklisttől, mint ugye mondjuk az olasz, Matchetox, tehát itt tényleg a standardek vannak benne. Nézzük a limited-eset. Stand már nagyon várja, hogy valami jó limited feküdjön rajta. Rising Star, Frimpong, de minket nem ez érdekel. Hanem fordítunk a Rashford, Marcus Rashford. Belőttünk a kettő közé. Se nem gold, viszont nincs bronz, aminek nagyon örülök, már a bronz Rashfordból, mert tényleg egy hegynyi van, ez pedig mégiscsak egy fokkal különlegesebb, és nagyon szépen festi meg a fény. Király. És ugye ehhez teljesen más a kódkártya, úgyhogy ezt félre rakjuk, ha gondoljátok, belőhetjük majd együtt alkalmazásba. Hogy mit ad? Van itt nekünk egy Kostánk, majd utána egy Club Hero, Grimaldo, egy Rakicki és egy Zagadu. Úgyhogy ezek voltak ebbe a pakba. Még van 3 csomagunk. A Limited, az lett egy Silver. Én nem vagyok szomorú innentől kezdve, ennél lehetett volna rosszabb is. Valószínűleg lehet bronz nyitni, viszont Hattrick Hero, egyik legritkább a 100 klub után, Lewandowski, majd utána James, Rising Star, Bayern Münchenes Müller, Club Hero típusú lap, majd utána egy Almeida, van itt egy Julian, Celtic, és a végére egy Chilwell, úgyhogy ezek voltak ebbe a pakba. Egész jól adja itt a szerencse a vége felé. Egyedül az első pak volt ilyen harmad gyenge. Neymar, Star Player. Kódlap. És ez is egy gyengúsz pak, hiszen egy darab csillogós van benne. Az legalább jó. Carvajal, majd utána Forsberg. Van itt nekünk egy Mandanda kapus. Ez pedig egy Elvedi. És egy Tomori. Nagyon kitekert fejjel. Érdekes, hogy így kellett lefotózni, nem volt normálisabb kép róla. Ezeket sose értem a kártyán. Mindegy.
Úgyhogy így is nézünk ki. Gyengébb pak jön bal oldalra. Ott pedig egy üresen tátongó hely, egy 100 klubosnak. Ez egy Gladbachos, star player, rising star, bocsánat, Bénes László, magyar származású úriemberünk, majd utána Sergio Ramos, kórlapot kirakjuk, nincs rá szükség. Szóval Club Hero Ramos, Haaland, hop-hop, nem rossz, majd utána egy Germain, Manchester United-es Lindelöf, és egy Robertson, Liverpool, úgyhogy solid pack, de nem volt rossz, és nem vagyok elégedetlen, hiszen az a hat-trick hero azért feldobta a kedvemet, a Silver Rashford pedig egyáltalán nem rossz. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha igen, bontogathatunk még ilyet, vagy játszhatunk meccseket is ezekkel a pakkokkal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg. Legközelebb pedig megyünk tovább. Sziasztok!